Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Zöldváros program, elkezdődtek a munkálatok Szekszárdon. Évek óta keresték a motort, a Tolnai vármegyeszékhelyen került elő az Ausztriában ellopott jármű. Civil fórum, közös programot terveznek a tolnai szervezetek. Jubileum, 25 éves a Szekszárdi Rotary Klub. Elkezdődött a Zöldváros program megvalósítása Szekszárdon. A város vezetői és a kivitelezők aláírták a szerződést. A szoros összefogással megvalósuló fejlesztések 4 hónapon belül érnek véget. Kedden már dolgoztak a polgármesteri hivatal munkatársai, hogy a kivitelezők minél hamarabb megkezdhessék ennek a nagyszabású projektnek a megvalósítását. Nagyon örülünk annak, hogy erre pontra értünk, gyakorlatilag munkaterületet tudunk adni már a kivitelezőnek. A munkaterület átadás az 2 részben lesz, 10-én és 14-én. Az 1,2 milliárd forintos pályázati összeget még 2017-ben nyerte el az önkormányzat. A zeneiskolától a Luther térig terjedő átalakítások során a burkolatok és a zöld növényzet teljes megújítását fogják elvégezni. Jó, közel 2 hektárnyi burkolatot fogunk fölbontani, helyette majd 1,5 hektárnyi burkolatot fogunk megújítani itt a Zöldváros keretében. Több 100 kültéri eszköz kerül kihelyezésre, padok, játszóeszközök, fitnesseszközök, sportpályák fognak megújulni, továbbá a munkálatok végén pedig több 100 bokorcserje fa kerül kiültetésre. Igazi összefogás valósul meg ilyen rövid idő alatt ezzel a programmal Szekszárdon. Ez az egyik legnagyobb projektünk, 4 hónapunk van a befejezésre, úgyhogy csak közösen a vállalkozóval és a lakossággal folyamatosan együttműködve meg tájékoztatva tudjuk ezt 4 hónap alatt megoldani. Az építkezés által lefoglalt parkolóhelyeket a Tinódi utcából egy átjáró megnyitásával továbbra is biztosítják majd a főiskola területén. Erről és minden másról az erre a célra létrehozott e-mail címen, illetve a város oldalán is kaphatnak tájékoztatást a szekszárdiak. A munkálatok alatt a rendezvények ugyanúgy megtartásra kerülnek, csak módosított helyszíneken. Például a Szekszárd születi nap, ami Szekszárd város legnagyobb rendezvénye, a Prometheus Parkban ugye nem lehet megtartani a játszó részt, ahol a játékok voltak eddig most a Pünkösdi Fesztiválon is, továbbá a Szent István tér le lesz zárva, mivel a Szent István tér egy felvonási terület lesz egyik fele, ott lesz egy forgalomkorlátozás, a 4 sávból 2 sáv lesz használható. Az aktuális menetrendváltozáson felül pedig a város tömegközlekedését ez a fejlesztés nem érinti. A hazai kis- és középvállalkozások súlya jelentős, ők adják a magyar gazdaság gerincét, hangsúlyozta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Kiemelte, a magyar KKV-k a hazai vállalkozások 99%-át teszik ki, a foglalkoztatottak 72%-át alkalmazzák, ezzel több millió magyar család megélhetését adják. Tavaly a nettó árbevétel és a hozzáadott érték 60%-át állították elő, amely jelentős növekedést mutat a korábbi évekhez képest. Kijelentette, van tér a magyar KKV-k fejlődésére, Magyarország versenyképessége is csak úgy javulhat, ha a vállalkozások versenyképesebbé válnak. A háborús idők és a szankciók ellenére is elkötelezett a kormány amellett, hogy évről évre javítsa a magyar egészségügy teljesítményét, hangoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az emberek egészségének megőrzése olyan feladat, amelyről háborús időkben sem szabad elfelejtkezni, ezért jövőre 425 milliárd forinttal több forrás áll az egészségügy rendelkezésére, mint tavaly. Az elmúlt évtizedben 1100 milliárdról 3200 milliárd forintra emelkedett az egészségügyre fordított összeg, ez több, mint 2,5-szeres növekedés, jegyezte meg az államtitkár. Rétvári Bence elmondta, az elmúlt bő egy évtizedben érezhetően nőtt az orvosok száma. Az orvosi egyetemeken évente 1000-1500-an diplomáznak, ami 1,5-szeres emelkedést jelent. Évek óta körözött kis motort találtak meg a rendőrök Szekszárdon egy véletlennek köszönhetően. Az azt vezető fiatal ugyanis szabálytalankodott, emiatt megállították és megbírságolták. Ezt követően viszont kiderült, hogy a járművet 2017-ben Ausztriában lopták el az eredeti tulajdonosától.
Futópadon tesztelik az 50 köbcentés városi endurót ezen az internetes videón. Ez pedig már egy ugyanolyan típusú motor, csak hogy ezt a képet a Tolnavár megyei rendőrök készítették néhány napja. Szekszárdon állították meg a sofőrjét, miután a 20 éves decsi férfi egy behajtani tilos táblát hagyott figyelmen kívül. A felelősségét a helyszínen elismerte, amiért 30 000 forintos bírságot kapott. Az igazi meglepetés viszont csak ezután következett. Mindhárman meglepődtek, amikor a körözési nyilvántartórendszer pozitív jelzést adott. Ez azt jelenti, hogy a járművet körözték, ezt utána több fórumon is megpróbálták visszaellenőrizni, és bebizonyosodott az, hogy a járművet 2017. januárjában lopták el még Ausztriából. Ezt követően 2018-ban nemzetközi körözést adtak ki a járműre, és ez azt jelentette, hogy abban az esetben, hogyha a motort megtalálják, akkor ezt le kell foglalni. A kollégáim ezt meg is tették. Vagyis a szabálytalanságon kapott fiatal nem csak 30 000 forintos bírsággal zárta a motorozást, de még a járművet is lefoglalták a helyszínen. A pórul járt férfit hideg zuhanyként érte, hogy ezt évek óta használt kétkerekűjét Ausztriából lopták el. Azért is lepődött meg a 20 éves decsi férfi, hogy a járművet körözik, mert ő ezt még 2018-ban vásárolta, és azóta is az ő tulajdonában volt a motor. A jogszabályok szerint arról az ügyészségnek kell döntenie, hogy kiadják-e Ausztriának a motort, vagy visszakapja a magyar tulajdonos. A nemzetközi gyakorlat egyébként az, hogy amennyiben az eredeti gazda felkutatható és igényt tart az akár évekkel korábban ellopott vagyontárgyára, akkor azt neki kell adni. Változékony, szeszélyes időjárás jellemezte az idei tavaszt, az elmúlt évektől eltérően csapadékból nem volt hiány, azonban a fagyos hajnalok az idén is április végéig veszélyeztették a gyümölcsösöket, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat az idei tavaszról készített agrometeorológiai elemzésben. Azt írták, a szántóföldi növények jellemzően jól teleltek, és az idén is viszonylag hamar fejlődésnek indultak, ahogy a korai gyümölcsfák ürügyei is már februárban megpattantak. Azonban a vegetáció túl korai fejlődését visszafogták a március első felében még több hullámban érkező hideg légtömegek. Március utolsó hetében is hideg sarkvidéki levegő okozott erősen fagyos hajnalokat, amelyben a már virágzó csonthéjasok elsősorban a kajszi szenvedett védekezés nélkül fagykárokat. A március összességében az átlagosnál 1-2 fokkal melegebben és az ország nagy részén csapadékosabban alakult. Egy közös programra készülnek a tolnai civil szervezetek ősszel, erről tartottak kerekasztal beszélgetést a napokban. A cél, hogy a jövőben szorosabb együttműködés alakuljon ki a helyi egyesületek között. A helyi civil szervezeteknek tartott fórumot a Tolnai Kulturális Központ igazgatója, az új vezető célja ugyanis, hogy a jövőben minél több programban működjenek közre az egyesületek. Éppen aktuális lesz majd, igaz, hogy csak október 14-én, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy meg kellene velük beszélni, hogy milyen programot szeretnénk megvalósítani. Ez egy civil nap lenne, ahol bemutatkozási lehetőséget kapnak a civil szervezetek, illetve tartalommal töltenénk meg azt a szombat délutánt. A Tolnai Humán Bizottság elnöke azt mondja, fontos, hogy együttműködjenek a helyi civil szervezetek. Az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy sok klub nem is tud a másik létezéséről. Ez probléma már évek óta, szóval úgy probléma, hogy úgymond mindenki a maga kis közösségében, a maga kis világában van meg. Ez valahol nem is baj, mert tulajdonképpen ahány csoport szinte, tehát annyiféle tevékenységet folytat, de nagyon jók ezek az úgymond összetartások. Egy, hogy jobban megismerhetjük a másik szervezetet is, illetve lehetőséget ad arra is, hogy hogy tudunk összejönni valahogy, hogy tudunk közös programot létrehozni a másik szervezettel. Tehát ezek a csírák, hogyha szárba szökennek, ezeknek nagyon jó termése lesz szerintem. Tolnán jelenleg több mint 50 egyesület szervezet működik. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1,3 millió vendég 3,1 millió éjszakát töltött el. A látogatók száma 7,1, a vendégészakáké 3,8%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál a külföldi vendégforgalom bűvölésének köszönhetően. A belföldi látogatók által eltöltött éjszakák száma 4,1%-kal visszaesett. A külföldi vendégek száma 23, a vendégészakáké 13%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.
Megvédte tavalyi címét egy nagyon erős nemzetközi mezőnyben nyitrai Noel Szolnokon, a második Sinan Furkó Kálmán nyílt világkupán. A bonyhádi Oyama Karate Sportegyesület 14 éves növendéke döntően 15-16 éveseket gyűrt maga alá. Az idén már világkupaként hirdették meg a megmérettetést, hiszen 3 kontinensről is érkeztek versenyzők. Több százan indultak, több mint 20 ország részvételével. Módos Ernőt választották meg a Szekszárdi Rotary Klub új elnökének, a vezető az egyesület negyed évszázados évfordulóján vette át új posztját. Elmondása szerint sok tervvel készül az elkövetkezendő időszakra. A 25. születésnapját ünnepelte a Szekszárdi Rotary Klub. Az esemény a helyi Vármegyeháza hátsó udvarán kezdődött, ahol trombita játék kíséretében koszorúzták a Rotary emlékművet az egyesület tagjai. Ez egy humanitárius jótékonysági szervezet, aminek nagyon lényeges a barátság, barátságra is épül, cselekvő humanizmus, ugye, ami benne van a nevébe is. Sok mindent próbálunk tenni, segíteni azokon, akik erre igényt tartanak és szükség van. Az ünnepély során új vezetőt iktattak be, aki nem más volt, mint Módos Ernő, a Szekszárdi Rotary Klub egyik alapító tagja. Az elnökválasztást egyébként évente rendezik meg, mely egyenlő esélyt biztosít az egyesület minden tagjának. Bárki indulhat a vezetői pozícióért, melyet július 1-től következő év júliusáig tölthet be, ezzel teret hagyva másoknak. Lényegében az elképzelésem az, hogy ezeket a programokat megkívánnánk őrizni, még jobbá tenni. Ha lehet, akkor egy kicsit fejleszteni a kapcsolatunkat a várossal, azokat a városi rendezvényeket, azokat talán egy kicsit aktívabban támogathatna a Rotary, és viszont is nyilván. És hát általában a városban egy kicsit talán a Rotary Klubnak a presztízsét szeretnénk növelni. Az esemény a Vármegyeháza dísztermében folytatódott, ahol a tagok egy vacsora keretében hallhatták Dobos Gyula előadását a szervezet történelméről és megalakulásáról egészen az Egyesült Államoktól hazánkig. Regionális híreink következnek. Változott a bíró személye, újrakezdték a bári gyilkosság tárgyalását. Dunai mosás népviseletben régi sokac hagyományt elevenítettek fel a mohácsiak. Fürdőzés és kirándulás a Balatonnál, a strandidőn kívül is vonzó a magyar tenger. Újra kezdték a bári emberölés tárgyalását az eddigi iratok ismertetésével, mert változott a bíró személye a pécsi törvényszéken. Az előző tanács elnöke nyugdíjba vonult, ezért került máshoz az ügy. A hétfői tárgyaláson vezetőszáron érkeztek a fővádlottak, akik az ügyészség szerint felelősek egy budai milliárdos megölőséért, amit a baranyai bár településén követtek el. Lábbilincsben vezetőszáron hozzák azt a két előzetes letartóztatásban lévő vádlottat, akiknek az ügyészség szerint előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból vagy célból elkövetett emberülés büntette miatt kell felelniük a pécsi törvényszék előtt. A bíró személye változott az ügyben, ezért a tárgyalás korábbi anyagának lényege ismertetésével megismétlik. Így nyilatkozott az egyik vádlott, aki bejelentette, hogy feljelentést tett a pécsi törvényszék bírái ellen. A vádlott szerint alaptalanul vonják felelősségre az ügyben. Nyilatkozata után az új bíró ismertette az eddigi dokumentumokat. A bűnügy lényege, hogy egy budai milliárdos miután elvesztette élettársát és ezt nem tudta feldolgozni, italozó életmódot folytatott.
A labilissá vált férfit egy bűnözői csoport hálózta be, hogy megszerezzék vagyonát. Beköltöztek hozzá, közben alkoholba tett gyógyszereket adagoltak neki, miközben bankszámlájáról pénzt vettek le. Végül a sértettet a baranyai bárba vitték, ahol egy kastély épületet birtokolt. Itt tartották fogva, majd a vád szerint megölték és rágyújtották az ingatlant, hogy ne tudjon ellenük vallani. A haláleset 2020. augusztusában történt. Több százan gyűltek össze idén is a Sukacrévnél, hogy az úgynevezett dunai mosás eseményét megnézzék. A hagyomány szerint a családok együtt mentek mosni, így a hagyományőrző rendezvényen a Sukac körtől énekelve, táncolva indultak a résztvevők kulturális kavalkádra. Gyülekeznek a népviseletbe öltözött sokacok. Ők a dunai mosást készülnek bemutatni. A zenés menet ezúttal is megállt egy-egy háznál, ahol a gazdák szomjoltókkal várták a mosásra igyekvőket. A sokac révhez érve aztán megkezdődött maga a mosás. Ezt a hagyományt a Mohácsi Sokacok olvasóköre elevenítette fel. Ma rendeztük meg a 14. dunai mosás rendezvényünket, ami egy kulturális nagy rendezvénye, most már Mohács városának is. Bemutattuk itt a hajdanán végzett nagyon nehéz munkát, a Dunán mosást. A mosás mellett a szervezők számos egyéb programmal is várták az odalátogatókat. Utána van egy ilyen kulturális kavalkád, mondhatnám, ahol idén Kökényből a Matusek László Kulturális Egyesület látogatott el hozzánk, ők a meghívottak, Zora Néptánc Együttes, Sokackörnek a három csoportja lép fel, és közben a Szabadtűzön Főtételek Fesztiválja is megtörténik, ugye azért egy gasztronómiát is az olvasókör úgy döntött, hogy be kell vonni, talán az is egy picit vonza az ide látogatókat, a nézőket. A július első hétvégén megtartott program során nehéz évszázados asszonyi munka elevenedik meg a folyópartján, természetesen hagyományos eszközökkel. Akkor bemutatom. És akkor régi, hagyományos szappana, jó, szappanozzuk. Félbehajtjuk, még egyszer jó, beszappanozzuk, és akkor ugye a pratyákkal, a mosófával elkezdjük paskolni. Akkor ezt befejeztük, kiöblítjük és kicsavarjuk a ruhát. Miközben készült a vacsora, kulturális műsor szórakoztatta a vendégeket, utána pedig bál kezdődött. Strandidőben fürdőzőből, kicsit borongósabb, hűvösebb időben kirándulóból vannak többen a Balatonnál. A tó az elérhető sokszínű programok miatt is vonzó a turisták körében. Több déli parti szállodában már a következő hetekre is alig találni szállást, szabad szobát. Aki tehette, már hónapokkal ezelőtt lefoglalta a nyaralását. Hétköznapra tudok még adni, már is nézem kettő éjszakára, 9. és 10-e, tehát vasárnap érkezés, keddi távozás, vagy pedig június 23-től 25-ig. Csak néhány szabad szoba van erre a hónapra ebben a siófoki szállodában, de a hétvégék már biztosan teltházasak, nem csak júliusban, hanem augusztusban is. Főként belföldi vendégek érkeznek ebbe a balatoni hotelbe nyaralni, átlagosan 3-4 éjszakára foglalnak. Tegnap voltunk sétálni, felfedeztünk itt megint mindent körbejártunk, ma lemegyünk fürdeni a partra, holnap pedig hazafelé teszünk egy kis kerülőt, kirándulunk egyet. Már a június hónap forgalma is erősebb volt néhány százalékkal, mint az előző évben. Ezzel az emelkedéssel számolnak július-augusztusban is ebben a hotelban. Június utolsó napjaiban teljesen megtelt a szálloda, július-augusztus hagyományosan erős, általában a július a legmagasabban foglalt hónap, augusztus végén, iskola kezdés előtt általában azért vannak szabadszobák a hétköznapokon, de a hétvégek már gyakorlatilag most megteltek, és az egész nyár kiemelkedő foglaltságot mutat. Ugyan a hétvége nem hozott kánikulát és igazi strandidőt, kirándulókból, kerékpárosokból sokan voltak a Balatonnál. Az idő az most kifejezetten jó, nem túl meleg és nem túl hideg, ez most egy ilyen tipikus kerékpáros idő. Sül a lángos ebben a Balaton széplaki büfében. Itt azt mondják, hogy kánikulában és kicsit hűvösebb időben is más-más étel a keresett, de természetesen vannak igazi nyári strandi kedvencek. A hal az mindent visz, a lángos szintén,
Azon kívül, hát attól függ, hogy milyen az időjárás, akkor jobban megy még inkább a konyha is, meleg olyan ételek, ami kicsit nehezebb, mint a babgulyás, gulyásleves, de általában a fő, a hal meg a lángos. A szállodai, éttermi, strandi szolgáltatások mellett a sokszínű programok, az aktív kikapcsolódást biztosító lehetőségek is vonzók a vendégek számára. A Balatonnál ráadásul nyáron egymást érik a zenei, gasztronómiai fesztiválok, amelyek szintén a tóhoz csábítják a turistákat. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Zöldváros program, elkezdődtek a munkálatok Szekszárdon. Évek óta keresték a motort, a Tolnai vármegyeszékhelyen került elő az Ausztriában ellopott jármű. Civil fórum, közös programot terveznek a tolnai szervezetek. Jubileum, 25 éves a Szekszárdi Rotary Klub. Szerdán többnyire napos idő lesz, helyenként mérsékelt felhősödésekkel, délen délkeleten elvétve nincs kizárva egy-egy záporeső, esetleg zivatar. Gyenge marad a légmozgás, hideg front érkezik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!